Olofsson Placid atya a kerület és az ország hitéletének emblematikus figurája, múlt heti adásunkban olyan érzékletesen számolt be kalandos életének részleteiről, hogy beleborsódzott a hátunk. A kényszermunkatáborban senyvedő bencés pap, ha emlékeznek, azzal tűnt ki társai közül, hogy fényderült festőművészi tehetségére, amit a táborparancsnok azonnal rossz célokra akart felhasználni. És egyszer a táborparancsnok beívott az irodájába, elébém teszi, mert már aztán tízet is csináltam az ő pajtásainak, hogy évet tetszettek, hogy ezt én festettem. Hát nézze, a rab a csillagokat letagadja, tehát kinek volt, hogy festéke meg egy sejtját, bevallottam, hogy én. Most jön a klasszikus szovjet kérdés. Szokott pénzt hamisítani? Ja, én nem hamisítottam sohasem pénzt, mert most nekem fog pénzt hamisítani. De aki ilyen miniatűr munkától, csak pénzt hamisító lehet. De az év után a 41 kilóban 62 kiló lettem, és bírtam. Nézze, körülbelül 40 ezer politikai elítélt volt, mert hadd szabadjon zárójelben mondanom, nem szabad összekeverni a hadifoglyokat, a málinki robotosokat, tudják, akik csak ezen kivitték, és a hadbíróság által elítélt gulágosokat. Gulágon csak a hadbíróság elítéltjei. 8 évre, 10 évre, 15 évre, 25 évre. Hát én csak 10 évre voltam elítélve, de hogy nekem ott hivatásom volt, csak egyet tudok mondani. Sztalin halálakor 1953-ban, közel 2000-en hazajöttek a magyar fodik között volt egy egész sereg 25 évre elítélt. Én csak 10 évre voltam elítélve, de nekem utoljára kellett 25 végén, vagy 55, november 25-én jöhettem haza. A fiatalon meghurcolt pap nagy örömmel és várakozással tért haza, hiszen erős hite nem engedte, hogy derékba törjön az élete. Itthon azonban nem fogadták virágesővel. Hivatásának gyakorlásáról szó sem lehetett, ismét kemény fizikai munka várt rá. Hát utána, amikor hazajöhettem, megbélyegzett fráter voltam, ugye? Paranhamára nem engedtek, lelkipásztori munkára nem engedtek, tanári munkára nem engedtek. Nagyon érdekes volt, mert fűrészgépre kerültem, úgyhogy nem voltam segédmunkásra, betanított munkás voltam fűrészgépen, Pesterzsébeten egy ládagyárba. Soha életemben nem csináltam ilyet, de gondoltam, hogy ha más meg tudja csinálni, én sem vagyok ütődöttebb. De ezt azért elmondom magának, hogy azért egy picikét ravasz voltam. Mert Stahanovista mozgalomról hallott. Hát ott a Stahanovista mozgalom volt, fél évre 200%-ot vállaltunk. Hát én nekem nem volt ilyen eszembese, de az elszedő nőm a fűrészgépe másik oldalán az egy 5 gyerekes családanya volt, akinek a férjét akkor százalékolták le, mert TBC-s volt és italos volt. Neki borzasztóan kellett a pénz. És én darabbéres voltam, azért darabbéres teljesítményemre kaptam a fizetését. Úgyhogy mikor olyan 2 hónap múlva kicsit belejöttem a munkába, aláírtam a Stahanovista szerződést, hogy fél évig 200%-ot csinálom. Nézd, ez szélhámosság. Mert vagy 100% a szélhámosság, vagy a 200% az őszél. Benne voltam ebben a szélhámosság, de azért nem voltam egészen ütődött, mert a művezetőm, aki az alapszervi pártitkár is volt, ő vezette a százalékaimat. Ő akkor végezte a 7. és 8. általános iskoláját. És az orosz dolgozatait, meg a magyar dolgozatait, mert magyar tanár is vagyok, mindig én írtam és vittem neki. Idehaza csináltam ezeket a dolgozatokat, vittem neki. Sose kérdezte, hogy hány százalékom van. 201%, 203%, 205%. És nekem a félesztendős 200%-om megvolt, úgyhogy a Stahanovista vörös csillagot megkaptam volna 1956. november 7-én. Csak akkor nem volt november 7-e, októberben kiütött a krach. Nem kaptam vörös csillagot, de a forradalmi munkástanács a kiváló munkámra kiemelt órabéressétet, az egy rangosabb, nem darabbéresebb, jó. 8 forint 60 fillér volt a kiemelt órabérem.
nem sokáig, mert januárban jött a Kádár, és én újra darabbéres lettem. De még mindig nem végzette el a 7. és 8. általános iskoláját a művezetőm, úgyhogy februárban megint aláírtam a sztárlovista szerződést. Augusztus 1-én még kaptam volna a vörös csillagot. Június 26-án levágom az ujjamat. Kaptam egy figyelmét, hogy 6 hétre kivontam a munkaerőmet a Népköztársaság munkaerőgazdálkodásából. Hát egy ilyen fegyelmivel nem lehet volna egy sztárlovista, de a kórházba ajánlottak, hogy sürgősen menjek oda, mert többit is levágom. És akkor elkerültem az egészségügybe. Cselédnek. Mosodás lettem. Az ujja levágása miatt végre elkerült a ládagyárból, és végül mosodavezetőként ment nyugdíjba. Papi hivatását csak ezután kezdhette el gyakorolni. A 90-es évek végén kezdtek felfigyelni rá, kitüntetésekkel jutalmazták, könyveket írtak róla. Addigra viszont már teste is jelezte, hogy a vészterhes idők mély nyomokat hagytak rajta. Betegségeiről azonban a mai napig nem beszél, csak az élet szépségét és a hit erejét hirdeti. 20 évig voltam mosodás, a mosodavezető, 28 dolgozom volt, úgyhogy mind mosodás mentem nyugdíjba. Én 1977-ben mentem nyugdíjba. Akkor betöltöttem a 60 évet, akkor 60 év volt a nyugdíjkorhatár, és pici nyugdíjam van, de röstellem magamat, mert visszaélek az édes magyar hazámmal, mert 35 éve nyugdíjas vagyok, hát szorozza be az 12-vel, annyit nem vontak le tőlem járulékot, amennyi nyugdíjt én kapok. Na hát, ez bűnbánóban mondom, nem tehetek róla, mert az Úristen még életbe tart. Mi volt egy? De, nézze, utána azért, amikor változás történt 90-ben, akkor én már itt a Levádián dolgozgattam tisztességesen, miséztem, prédikáltam, nyomtattam, jegyes oktatást tartottam, földött katekézést tartottam, minden imacsoportjaim voltak, amit lehet, amiben belefért. Mert itt laktam, akkor még édesanyám is élt egy darabig, de szóval aztán akkor kicsit megismertek. 2002-ben kaptam a Hit pajzsát, ezt a kitüntetést, és akkor megismertettek az Ézsiás Erzsébet, az egy írónő volt, az a nyakamra járt a magnójával, és 2004-ben kiadta ezt az életrajzot, ezt az interjús életrajzot. 22 ezer példány fogyott el belőle. Az nem gyerekjáték, úgyhogy a Jóisten segített. Bocsánat. És attól kezdve az, akkor gyűjtek a kitüntetések, megkaptam a Magyar Köztársaság érdeméröm közép-közép keresztét a Parlament kupora csarnokába. Aztán megkaptam a Magyar Katolikus Püspökék a legnagyobb kitüntetését, Pro Ecclesia Hungaria. Ez ilyenek voltak, 5 kis könyv jelent meg tőlem, meg rólam. Hát szóval azért minden van, de tele vagyok nyomorúsággal, tele vagyok. Hát most például a combam eltörött, operálták, másik operálták. Ezzel kapcsolatban azt szabadjon elmondanom, az, hogy amikor a polgármester úr itt volt a múlt héten, ő neki mondtam el, hogy biztos hallotta, hogy ilyeneket mondok, hogy a papok ne politizáljanak. Hát miért ne? A papok is állampolgár, pár én a kerület díszpolgára vagyok, én politizálok. Megmondjam, hogyan? Hát nem tudtam, hogy a Hoffmann Tamás mikor tartja a nevenapját, de Szent Tamás apostol az karácsonykorban, akkor én kórházban voltam. De Mórusz Szent Tamás, az is egy Tamás. Mondom, ezzel a Tamás napokon itt a reggeli szentmisémet ő írta, mondtam, mert a kerület első embere tele van felelősséggel, nem gyerekjáték, nagyon rászorul a Jóisten segítségére. Hát én besegítek ebbe. De ez nem csak ő neki, hanem az Antanérába emlékszem, a szenior közösséget 45-50-en szoktak összejönni,
aki vállalta, hogy naponként 1000 szentolvasót elimádkozik, az Antal Józsefnek a minisztereitől 12-en voltak, a nevüket felírtam egy cédulára, egy kalapba, húzzák ki. Minden miniszter kapott egy 10 szentolvasót naponként az én embereimtől. A napokban a Moldoványi mondta, hogy 22 éve a feleségemmel minden nap egy 10-et elimádkozunk, azóta már legalább 15 igazságügyi miniszter volt, mert az ő sorsuk az igazságügyi miniszter. Na, szóval ez is politizálás. Hát én így politizálok, de most, hogy befejezzem, mert azért mindennek van vége, befejezem, hadd szabadjon ezt mondanom. Én mindennek ellenére, hogy ilyen gigszerek voltak az életemben, tele volt sikertelenséggel, kudarccal, szenvedéssel, megpróbáltatások, migolázásokkal, mert azért nem volt gyerekjáték a gulágot végigcsinálni, de én boldog ember vagyok. Én tudok minden pici dolognak örvendezni, és ezt üzenem az Új Buda minden kedves nézőjének, és minden kedves testvéremnek, mondom, hadd mondjam ezt, azt üzenem, hogy nyekergéssel, panaszkodással soha nem oldódott meg semmi. Nyomorúság az életünk, de igenis, ha belekapaszkodunk a Jóistenbe, akkor hívő lélekkel minden körülmények között tudunk boldogok lenni. Na, ezt a boldogságot kívánom mindenkinek. Amen.